Újabb szálát göngyölítette fel a rendőrség annak a költségvetési csalási ügynek, amelyben orvosok jogosulatlanul igényeltek állami támogatást silány minőségű gyógyászati segédeszközökre. A hatóság 7 helyszínen 5 elkövetőt fogott el és vett őrizetbe. Meglepetésszerűen érkeztek a rendőrök a gyógyászati segédeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég ügyvezetőjének Békés Csabai házához. A hatóság minden a házban található iratot, számlát lefoglalt. Az ügyvezető és további 4 társa egy olyan hálózatban vettek részt, ahol ortopéd cipők után igényeltek jogosulatlanul állami támogatást. Az ügyben most 4 orvost és egy asszisztenst vett őrizetbe a hatóság. Alaposan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárást, illetve a bizonyítási eljárást megnehezítenék, vagy meghiúsítanák. Esetlegesen tanukat befolyásolnának, bizonyítékokat rejtenének, illetve tüntetnének el. A bűnszervezet eddig információink szerint összesen 6 megyében tevékenykedett. Baranyában eddig 7 szemét vettek őrizetbe, szintén költségvetési csalás gyanújával. A gyanú szerint a cégek az eszközöket általában silány minőségben gyártották le és adták át a betegeknek. Azonban az orvosok a legdrágább eszközök utáni támogatást igényelték vissza az államtól. Stábunk úgy tudja, hogy közben a baranyai nyomozó hatóság egy bói gyermekotthonban is razziázott, ahol több száz oldal iratanyagot, számlákat és bizonylatokat foglaltak le. Az ortopéd maffia néven elhíresült banda eddig csaknem 1 milliárd forint bevételre tett szert. A baranyai gyanúsítottak egy részét azonban most házi őrizetbe helyezte a bíróság. 3 gyanúsított letartóztatását meghosszabbította a bíróság, 4 gyanúsított esetében azonban a letartóztatás megszüntetése mellett bűnügyi felügyeletet rendelt el. Ennek az az oka, hogy a kényszerintézkedés alkalmazásának a feltételei továbbra is fönnállnak, azonban a nyomozás olyan előre haladott állapotban van, hogy már nem szükséges a legsúlyosabb kényszerintézkedés további alkalmazása. A gyanúsítottak akár 20 év börtönre is számíthatnak, hiszen a Híradónk által megkérdezett ügyvéd szerint a résztvevők egy szerteágazó bűnszervezet tagjaiként követték el a cselekményeket. Nem arról van szó, hogy pusztán bizonyos személyek csak úgy együttműködtek bizonyos dolgokba, hanem szervezetten, több megyére kiterjedően, hosszabb időszakon keresztül, ráadásul egy hierarchikus szervezetben követték el ezt a cselekményt, és mindenki részesült az anyagi haszonból. A mostani akcióban 70 rendőr vett részt 7 helyszínen, összesen 332 millió forintot, 20 gépkocsit és 2 ingatlant foglaltak le.